Igen. A Google Review-n rengeteg izénk van, értékelésünk. Tök jól áll a Duma Színház, 4,9 az hiszem, vagy valahogy így. 4,8, nem tudom. Ezt egyik kolléganőnk olvassa és válaszol. Szegény. És őt fél évente cseréljük. Igen, de én nem tudom lekapcsolni, és az órámra is jön, hogy szar volt a kaja, vagy nem tudom én micsoda, tehát, és sehogy nem tudom kikapcsolni. Tehát ez nagyon frusztráló, tudod, hogy van egy jó délelőtted, és akkor valaki megírja, hogy nem tudom én, későn jött ki a limonádé, amiről nem is tehetünk egyáltalán. De... Igen, igen, igen. De jó, mert legalább a feleséget tud neked üzenni, ha sehol nem ér utol. Igen, akkor Google Review-n ír valami. Ez itt Kovács András Péter Barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Ritkai Gergely humorista és Vinnai András drámaíró színész, kettőjük barátsága, egy virágzó alkotó barátsága, mely amint egy évelő növény, néha szárba szökken, néha pedig kopasz. András, ugye te írótársa vagy Gergőnek. Ez a miénk, ez erről beszéltünk éppen, hogy ilyen kreatív barátság, hogy mi a közös alkotásban valósulunk meg. Az a lényegünk, hogy valami létrejön. Amikor összefutunk, már születik valami. Igen. De szoktunk néha telefonon beszélni, és akkor elhangzik az a kérdés, hogy és amúgy mi van veled? És akkor ezt nem szabad feltenni egymásnak, igen, erre rájöttünk. De akkor általában mély depresszióba sodorjuk egymást. Nagyon egy hullám hosszon vagyunk Andrással, szerintem nagyjából egyidősek vagyunk, nagyjából hasonló a családi hátterünk, és nagyjából hasonló ütemben kerülünk depresszióba, alkotói válságba, és általános válságba, és ezért, amikor felhívjuk a környezetvédelmi válságba. Környezetvédelmi, mi lesz a világa, mi lesz velünk, mi lesz egyáltalán, és ez nem segít. Tehát kéne egy olyan kapcsolatot kialakítani, amikor ő a színuszgörbe tetején van, én az alján, és akkor így egy nullán ki tudunk igen, jönni a beszélgetés végén. Olyanok vagyok, mint a lányok, hogy összehangolódott a ciklusotok. Igen. Kondratyev ciklusotok. Te is most ébredtél, igen. Te is most vagy a depresszív szakasz még. Már alszol, Gergely, vagy tudom én is. Igen. Csak azért hittalak. És ilyen derékbecsípődések is közösek, igen. Illetve alvás problémák néha. Most is majdnem egy időben ébredtünk tényleg. Igen. Téged a gyerek ébresztett fel engem, meg valószínűleg a nem, kutya. Nem, a gyerek átalussza az éjszakát, mert megcsinálja most. Szemben a kutyáddal. Ő is átalussza furán, de nagyon korán kell. Nagyon korán fekszik, és korán kell. Nem, csak kell szoptatni. Csak így reggel, így fölébredek olyan 5 körül, hogy valami dolgom van, amit utána mire fölébredek, már elfelejtem, hogy mi az a dolog, amit feltétlenül meg kéne csinálnom. És akkor gyorsan elkezdek dolgozni, amíg home office-ban. Te is hajnalban tudsz jól gondolkodni? Hát, mert akkor ugye a család nem élet föl, akik utána ellehetetlenítenek mindent. És te is hajnalban kelsz, András? Én nagyon korán kelek, én is, igen. De miért? Hát gyerekkoromban is korán keltem mindig, nagyon-nagyon korán, 4-kor, nem, 7-kor. Nem. Számít korádnak egy gyerek. Gyerekkorban nagyon korán keltem, 1984-ben. Azóta fönn vagyok. Fönn vagyok állandóan. Mindig volt valami, ami miatt korán kellett kelni. Vagy a szüleim miatt. Vagy gyál. Vagy nem, gyál. Tehát, hogy eleve gyálon nőttél fel? Igen, igen. Hát egy ideig ott, hát inkább stagnáltam, és aztán, amikor elköltözök, akkor kezdtem elnőni. Ami szerintem nagyon érthető. Tehát aki volt már gyáron, én ott tanultam vezetni, és az is igen, egy mély pontja volt életemben. De miért ott? Mert az autós oktatón valami a 17. kerületben jártam, de gyáli volt, és hát idegenben focizott ott a Pesti út környékén, de mindig gyára mentünk a patikába, a Pékhez, ugye az a klasszikus autós oktatós dolog. Ott egy dűlő úton tanultam az országúti vezetést, mert azt mondta, hogy annak van széle, úgyhogy akkor biztos nem borulunk fel. És az az oktató volt, aki nem nevezte el a kutyáját? Igen, 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 erre a kis időre. Ezt mondta. Hát ebben született is a Buhára Matrix című filmben. Ez szó szerint megtörtént a végén a haláloktól eltekintve, aki hát nagyon sok gyógyszert szedett, és volt, amikor kómába esett. Ugye nem vette be a cukorgyógyszerét, igen, és akkor kellett menni. És őnek volt ez a hallhatatlan mondás, hogy ő csak az olvasó szemüveggel tudja megkülönböztetni, hogy melyik a távolba látó. Egy filozófiai probléma, hogy az mit jelent. De az nagyon ijesztő volt, amikor egyszer pirosnál elaludt,
Valószínűleg megevett, mert előtte voltunk a Péknél, ahova neki egyáltalán nem lett volna szabad mennie. Ilyen 75 volt a cukra, és elaludt egy piros szampany, és zöldre váltott, és hiába nyomtam a gáz, mert a kuplungon volt a lába, és tudod, az a segédpedál, és nem indult el egyet. Mindenki dudált, hogy az idiót, és magához tért, akkor lelépett a kuplungról, tudod, a full gázzal felengedett a kuplungot. Az én oktató... Én nem, nekem nem olyan régóta, 10 éve van jogosítványom, tehát én 35 évesen kezdtem, de valamiért tökinek szólítottam. és soha valahogy abban a, ilyenkor az ember, amikor új dolgot tanul, ráadásul ilyen sokára, valahogy soha nem mondtam neki, hogy ne hívjon már tökinek, hanem ezt így elfogadtam ezt a helyzetet kettőnk között, és valahogy így visszamentem ilyen 15 éves koromba. Egyszer sírtam is, emlékszem. De csak miután hazamentem BKV-ba. Mert akkor volt a stressz? Vagy ő alázott? Vagy minden összejött? Igen. Szerintem az is rossz, hogy tökinek szólítanak. Úgy hát egy általában. Időt tehát van mögötted egy színházi karrier, elismertek, nemzetközileg se vagy egy ismeretlen drámaíró. Nemzetközileg is tökinek szoktak hívni egyébként. Igen, de, és akkor valaki tökinek szólít. Tehát ez az, amikor ez a jó egyébként, az embernek sok baráti köre van, mert ez helyben tartja. Igen, tehát nem tudod elbízni igen, magadat. Igen, nem szállsz el, mert egyszer csak oda jön valaki, és azt mondja, hé, töki! Igen. De nagyon sok jelenet született ebből is volt az előadásról. Igen. Volt oktatós jelenet. Volt egy nagyon hosszan elhúzódó színházi projektünk, amely még mindig nem ért véget. Erre rá is akartam kérdezni, igen. Illetve nem is nekem jutott eszembe, hanem a Szabó Zoliéknak, akik színészkedtek a DEC színházban, ami a Duma Színháznak volt a Duma Színháznak volt a színháza. Hát sőt, mondhatjuk, hogy nem Duma is. Színház, színháza. Hogy nem is volt, hiszen még mindig vannak futó előadások. Igen. A DEC Színházak az egyik futó darabja, a Férfiak Szexuális Világa. Igen. És képzeld el, ezt most a Google keresés dobta ki, ezt írták Vinnai András Janklovich CH-val. ez egy új, nem Jankovics, mert... Igen. Janklovich Péter, Bánki Gergő, Férfiak a Szexuális Világban. Végül is arról szól, igen. A gyakorikérdések.hu volt, igen. Hibáskeresések.com. Átküldök majd releváns információkat töki életéről. Na, hogy ugye most 20 éves a Duma Színház, és a Szabó Zoliéknak eszébe jutott, hogy lesz-e dekkes rész a nagy gála műsorban, hogy a DEC pedig 3,5 éves, és hogy részleteket mutatnánk be az előadásokat, amiről senki nem tud. Igen, nagyon sok kudarcot szerintem, de voltak szép sikereink voltak is. Voltak, és még vannak is. Vannak is. De ez egy érdekes dolog, hogy ezt be akartam kérdezni, hogy van-e, András, neked valami, amit így megbántál a színházi világban, de attól, hogy kudarc, még az ember nem feltétlenül bánja meg, nem? Nem. Nem, az sosem személyesen kell átélni, vagy a kudarcokat. Másokra kell kérni, az a szemelelőséget, nem az írói. Hát az első előadásunk, ami még a Mikroszkóp színpadon volt. A Humorforrása. A Humorforrása című nagyon-nagyon progresszív, furcsa humor áradt az előadásból, viszont az előadás, akik meg a közönség, akik az előadásra áradtak, ők meg még inkább a hagyományosabb dolgokat. Nem a hagyományos, hanem gyakorlatilag egy Sas József kabarét szerettek volna látni. Konkrétan asszonyok álltak fel, hogy mi ez? Ki írta ezt? És ez az egy derült ki. Tehát, hogy végig Vinnai és Mózsik. Mózsik és Vinnai írta a két szerző. Arról szólt, hogy nem tudnak megírni egy darabot. És erre az egyre került sor, hogy megmondják, hogy ki írt ezt a darabot. Ez a legelejétől lehetett tudni. Igen. És így nagyon hangosan tényleg azt mondta egy öreg asszonya, hát ezt meg ki írta, tehát meg csak nem is figyelt. Jó, de ez már azután, a jelenet után volt, amikor olajsütőből domestoszt szippantanak a főszereplők. Hogy ihletet merítsenek. Igen, de az egy csodálatos darab volt, igen, szerintem. Azzal még lehetne kezdeni. És ennek így volt értelme, mert mindig azt mondom, hogy a Tápszínház is, amikor ott volt a Mikroszkópon, talán az ütött a legnagyobbat, mert hogy nem az a közönség jött el, aki jön megbotránkozni, hanem jött valaki, hogy na, ez vagy a Mikroszkópon, és tényleg sokkot kaptak. De ugyanígy a Humorforrása is, hogy azokat találta meg, akiknek szól, tehát nem azon, akik megértik ezt a darabot, és helyeslik, hogy valóban nehéz dolog ez a humor, hanem akik hát rossz helyen keresgélik a humor, az olcsó humort szeretik. Jó, de én is voltam a Mikroszkóp színpadon annak idején, és én sokkot kaptam, pedig az elején nagyon nevettünk, hogy miért vagyunk itt, és utána 10 perc után ilyen iszonyatos székbedöngülő szomorúság kerített hatalmába, hogy
És a szünetbeli kókuszgó se vigasztalt. Nekünk annak idején volt egy közös Duma Színházas mikroszkópos projektünk. Igen, abban az időben, párhuzamosan. Egy ilyen fúziós dolog, hogy megpróbáltunk infuzálni valami kis Duma Színházasra. Beoltani. Mikroszkópos színészekkel. És én egy dolgot tanultam ott meg, hogy előadás közben nem szabad használni a liftet, mert ott megy el a takarásban. Valami ilyet, hogy egy fal választja el a színpadtól, és hogy lépcsőn kell menni. Valami ilyesmi volt. Nem, ott mindig elromlott a lift, és ezért nem volt szabad előadás közben, ugye, hogyha hívóra bemenni liftem, mert nagyon sokan szorultak be a liftbe, és nem érkezett meg a főszereplő, mert ott a liftben nyomta a segélyhívó gombot. Az ott tudott csak bejelentkezni, így a biztonsági szolgálat központjából telefonon. Onnan mondta be a szövegét. Igen. Itt vagyok a liftben. De Gergő, te művészeti vezető is voltál. Igen, ott. De Gergő, annyi minden volt, úristen, tehát, hogy... Tényleg. Igen, ahelyett, hogy csinált volna valamit rendesen. Sok minden volt. Ez is közös, igen. Zenét is csinálok, Most már animációval is foglalkozik az András. Már nem olyan animációval, milyen hotelekben gyerekeket, azzal hanem... Is. Most bejött a rossz idő, de a bébi sárkat nyomott a bébi sárkat. Mentem volna ijászkodni. Mentem volna ijászkodni. Hát, hogy nagyon szép arc festettél előtt. Nem, de hogy tényleg, Ergő, hogy te ugye 27 évesen kaptál karinti gyűrűt, pályát hajnalán. Az hol van egyébként? Sosem ugye látom Jézusom. Rajtad. Megvan valahol. De méretre készítették egyébként? Igen. És nem járt érte pénz, úgyhogy amikor az én új méretemet kérdezték, én 3 számmal nagyobbat mondtam, hogy legalább ennyivel több anyag legyen benne. És eladtad? Nem, megvan, nekem is megvan valahol. De hát ki tudja, mikor leszek olyan nehéz idő. Két karinti gyűrűssel ülök. Egy asztalon. Igen, de ez olyan érdekes. Hát András, hogy... neked milyen díjaid vannak? Sorolj fel néhány. Igen. Karinti gyűrű, az nincsen. Nekem szerintem egy díjam van. És elfelejtettem, hogy mi az. Valami szépernő díj, vagy az jutalom. Nem azt mondom, hogy annak a szépernő jutalom. Könyvjutalom. Tökiknek. Könyvjutalom. Tökiknek. De folytasd, mert belevágtam a gyűrűs dologba. Igen, hogy 27 évesen. Igen. Megtörtént. De csak akkor gyere a karinti gyűrűre, mert ebből az arcodhoz kaptál, hogy Jézusom, karinti gyűrű, hogy milyen érdekes, hogy ezek a dolgok milyen gyorsan érvényüket vesztik, nem? Tehát, hogy oké, hogy a szívidben tök jól mutat, de ma már egyáltalán nem az a mérvadó, hogy van-e karinti gyűrűd. Azt a YouTube nem. Nem, ez kattintás. Az lenne ilyen, nem az ilyen badge, hogy karinti gyűrű így ki van téve. Egy karinti gyűrű az 100 000 kattintásnak. Igen, lenne váltani egyiket a másikába. Igen, de hogy milyen érdekes, hogy tényleg én is már lassan 20 éve vagyok a szakmában. A nagybetűs. Légmacska köröm. És hogy az alatt mennyit változott az elismeréseink formája? Nem? Tehát, hogy a rádiókabaré volt a pálya csúcsa annak idején. Most pedig a közönség nevetése. Igen. Na jó, hát mindig is az. Tehát mindig is arra hajtottunk. Ekkora csöndet csináltunk. Hát nem, mert végül is, hogyha karinti gyűrű is voltál régen, és bementél, és mondtál dolgokat, akkor megtapsolták a végén, hogy hát ez bizony megmondta. De hogy mostanában már szerintem ez nehezen működne, hogy bemész, megmondod, és akkor legközelebb nem jönnek. Mint ahogy erre több kísérletet is tettünk. Igen. Tehát, hogy ez nehezebb azért. Hát a Duba Aktuál című műsorunkban rendszeresen havonta lepődnek meg a nézők, hogy de hát ez aktuális közéleti témákról szól, de hát, hogy az volt kiírva, hogy Hatházi László meg... Igen. Hogy akkor... És most már abszolút visszafogott ahhoz képest, mint amilyen volt az elején. Igen, mert mi is... Amikor kortárs operák voltak. És baba rongybaba fűrészelés. Tehát egy ilyen nagyon összművészeti... Úristen, miért hagytátok ezt ezt a vonalat? Mert mi is öregszünk. Igen, klasszicizálódunk. Rájöttünk, hogy nem csak saját magunkat kell szórakoztatni. Igen, mert végülis emberek vettek erre jegyet. Igen, hogy ahogy azzal találod magad szemben, hogy emberek ülnek veled szemben döbbenten, így óhatatlanul valami belső kényszer. Igen, mert erre jó megoldás a tápszínház, hogy úgy hirdetjük meg, hogy ez egy rossz színház lesz, de itt mi ezt elfelejtettük, tehát mi ezt úgy hirdettük, hogy ez egy jó előadás lesz, és ez így mellbe vágta a nézőket. Igen, illetve hosszú évekig volt koreográfia az előadás végén. Tényleg? Igen. Igen, már nem is emlékszem, melyik dalra. A Zámbó Jimmy-nek. Igen.
valami nézd le rá, nem. Bye bye my love, goodbye, nem? Azért. Mutassatok valami. Hát ilyen, csináltunk margarétát, vagy igen. Ilyen izé, hogy körbe mentünk, kihajoltunk. Körbeforogtunk. Hát mindent, amit Tobiban megtanult. Hát, majd lementünk a színpadról, és mindenkivel kezet fogtunk. Mind a 230. Olyan volt, mint egy vasárnapi misé. Ők se hitték el. Mi történik? A készfogásunk sokat elárult utólag. Ennyire megett a kezük, vagy izzadt. Igen, de hogy ezeket, tehát én sem bántam meg, ha majd a megbánás szóba került, meg igazából így kudarcnak se értem meg, mert ezek tehát, csak hangulatok. Nem, meg ezt felvettük, ebbe beleálltunk, ezt elmondottuk, hogy így lesz, és így lett. Aztán ez egy más kérdés, hogy aztán finomítottunk rajta, de hogy ez is egy életünknek egy szakasza volt, meg milyen jól lesz sztorizni. Igen, igen. De hogy sok mindent csináltunk Andrással, visszatérve ugye végül is. Nem. Ilyen, én szívesen átvenném a műsorvezetést. Na, András, megtisztelsz. Figyeljetek ide. Ti mióta ismeritek egymást? Megmondom neked, 2000... Éve. Mikor? 4? 2004 hát március. Hát személyesen, ugye később, mert hiszen egy egyetemre jártunk, és akkor csak én fikáztam András írásművészetét egy Jurátus magazinhoz írt pályázatban. Jogát. Igen, meg az volt a Karilap, amiben Karilap, hát voltak már interjúk, programajánlók, Kovács András novellák. Igen, igen. És te kritizáltad írásban, vagy hát szóban? Hát igen, hogy szabaduljunk meg az irodalmi ballaszttól. Ezt, igen. Ezt igen. Írtam, ez egy Karilapban. Én ismertétek a szerkesztői pályázat. Én nem találkoztam szerintem. Nem. Csak hát, én először elolvastam a Jurátust, és úgy éreztem, hogy nincsen hely a Kovács András Péter novelláknak, mindegyikben volt nagyon sok Kovács András Péter. Miért teljesen jó, hát nem mindenféle jelentősége. De Jurátus története. Igen, Gergő teljesen jól érezte, csak az a Jurátus szót magyarázzuk már meg, mert nekem ez joghallgató. Igen. Értem. Egyébként igaza volt Gergőnek, csak az volt a baj, hogy sehol máshol nem volt hely a novelláimnak. Tehát vagy a Jurátusban, vagy sehol. Jól feküdt a karnál, hiszen még utána igen. Is ott volt. Hát én konkrétan a diák önkormányzati tag voltam. Igen. Bökös hallgató önkormányzati tag voltam, és ez a hallgató önkormányzat döntött Gergő Jurátus pályázatáról is. Stratégiai hibát követtem. De mikor találkoztatok először is szemtől szemben? A Godóban, amikor egy tehetségkutató volt, és én felhívtam Andrást. SMS-t írtál. Vagy hát, SMS-t írtam, mert egy ilyen komédiás. Komédium színházban volt valami kis házi kabaré, a kávézóban, nem is benne a színház, a kávézóban, és ott föltűnt többek között Bödöcs Tibi is, meg jó páran, aztán az megszűnt, és átmentek a Godóba, és nem is tudom, valahogy így mondták a Gergőnek, hogy van még egy csávó. Tehát nem is tudtam a Duma színházról. És a Duma Színház novemberben elindult, és Motorola D160-ason bepöttyögtem az üzenetet. Ami nekem megérkezett a Nokia 52-10-esemre. Stand-upot szervezek, ha van kedved, hívj. Ennyi volt. Litkai Gergely. Nagyon ölelek. És ott a szám, ami az töki. Nyalom a szát, töki. És akkor elmentél? És tudtam, hogy itt a helyem. Elmentem egy ilyen, hát félig valóságon, de jó részt fikción alapuló stand-uppal, mert hát akkor fogalmam sem volt, meg se egyiknek, hát a Gergőiknek már volt fogalma róla, hogy ezt hogy kell csinálni, de sokunknak még nem. Elmentem, hát úgy kacaráztak, de nem feltétlenül, a következő hétre írtam tök újat, azon is kacaráztak, és ezt így sokáig csináltam, hogy következő hétre írtam tök újat, amíg észre nem vettem, hogy de hát mások meg a meglévőt mondják mindig. Csak ugye akkor ez még a Godó kávézó volt, ahol ugyanazt mondtad ugyanannak a közönségnek. De ugyanúgy örültek neki. Igen, és, de hosszú távon végül ez a stratégia jött be, hogy a meglévőt csiszolod tökére, és aztán a közönség úgy is változik, mert szájhagyomány után terjedte a híre a Godónak. De nekem ez jó idő volt, míg erre rájöttem, és aztán így egyszer csak elkezdett jó lenni. Tehát aki azt mondja, hogy én az első pillanattól kezdve, az nem feltétlenül úgy van. Tehát mindenkinek kell bele rakni azt a pár szopó hónapot vagy évet. Én hogy Andrással hogy találkoztunk, hogy én is átvegyem. Szerintem, Gergő, mi még nem találkoztunk így igazából. Hát, úgy keményen nem. De a pont Janklovics Peti javasoltam, mert én láttam a Rolót, szerintem az már azelőtt volt, aha, nem? Talán igen, a Tápszínháznak szerintem egyik legviccesebb darab, amit valaha szerző valahol írt valamiről. Ever. És akkor voltán a Tália Színházas projekt, akkor kezdődött, és elmentem megnézni az még akkor a Kamrában, vagy Katonában, a Ledarának eltűntem, aha, amit a Bodó Viktor rendezett, és hát
a nagy dráma szerzővel találkozhattam, Vinnai András Tökivel, aki hát számomra hát maga volt az Isten. Tehát, hogy úristen. Tényleg nagyon kínosan viselkedett a Gergely. Hogy áldozatokat mutatott be ott az előtérben. Igen. És 30 centivel alacsonyabbnak mutatkozott. Igen, térden jöttem, térden gyűvökelibé. És akkor találkoztunk először Andrással, és akkor utána már nagyon sok közös projektünk. Rögtön projektekbe. Szerintem nagyon, ez nagyon a második gondolat, hogy nincs kedve részt venni egy projektben. Igen, és akkor már is projektekbe bocsátkoztunk. És nagyon sok mindent csináltunk, írtunk a sorozatot együtt. Írtunk a Fapadot, az volt talán a legintenzívebb igen. közös munka, de hát az veled is közös munka. Nem voltam. És mi a munkaügyek? Munkaügyek meg a Tóth János. Tóth János. Nem áll össze. Igen, a munkaügyeket ketten írtuk Gergővel, kiegészülve a Hadházi Lászlóval. A Fapadot írtátok ketten. És utána Tóth Jánosban volt ez az izé. Egy, ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik 2010-ben már néztek ezt televíziót, vagy még már is még néztek. Igen. De a Fapadot én nagyon szerettem. Hát mi is. De. Mi is nagyon szerettünk. Nem, mert hogy azt tudom, hogy azért vették le, mert hogy nem voltak elégedettek a nézettség. Ja, szerintem az senkit nem érdekelt valójában, hanem úgy biztos másra kellett valami forrás, mert mi már nagyjából megírtuk a második évadot igen, is. Igen, hát bármikor van egy második évadunk. Igen, egy kezdő magyar légitársaság mindennapjait mutatja be. Ami most kicsit a Mars a magyar, nem? Tehát az a Telekomos, az emlékeztet rá egy kicsit. Igen, de ti csak az egekbe szökeltetek, nem fel a Marsra. És Anger Zsolt volt. Ó, csodálatos. Mert mindenki nagyon csodálatos volt benne. Igen. De akkor is Péter pilóta voltam, az igen. a visszafogott eszközei. Igen. Már akkor is, Janklovics. Beteg volt benne, igen, ugye igen. mindenféle betegségei igen. voltak. Hipohonder volt. Dobókat a Stewardess. Pilóta volt. Női pilóta, igen, Rezes Judittal együtt női pilóták voltak. Igen. Járai Máté. Ő volt a Stewardess. Steward, igen. De nagyon, nagyon jó volt. Igen. És Csonka Pici abba is jött. Igen, Csonka mindig Pici volt. Egy, nekem volt a munkaügyekben volt egy jelenetem, amit ti írtatok. Egy biztonságiőr voltam benne, aki erőszakkal akar szelfit csinálni vele, és így igen, hátulról igen. elkapja, kirúgja a lábát, és levonod. Azt sosem gondoltam, hogy még egyszer ilyen viszonyban. És ott volt még csípése. Igen. Csonka, olyan jó fej volt, mert mindig eljött ilyenekre. Tehát, és ő ez himself, tehát hogy Csonka igen. piciként szerepelt, és nagyon csípték a méhek az arcát, meg nálatok is nem tudom, mi történt. Ott nálunk... Elkárhozott? Nem ő kárhozott el? Nem, kárhozott el, hanem ő csak be akart valami csekkolni, és ott volt valami vita. Hogy... Igen, becsekkolt. Igen. Már nem emlékszem én sem. Na mindegy, most úgy rákívántam Csonka András, hogy őt is meg fogom ide hívni. Feltett szándékom. Már úgy, hogy vendégként te kívánt, tehát hogy mindegy, értjük. Azt hittem, hogy meg kell várjuk, hogy megérkezik. Tehát ennyi időm azért nincsünk. Itt a színházban. Nem tudom. Szóval meg annyi közös projekt, és a színház az viszont azóta is maradt. Ez olyan érdekes, hogy ez a televíziózás, ez teljesen kisiklott az életünkből, vagy ez az ilyen filmes forgatókönyvírás, meg Gergely, te annak idején rengeteg magyar vígjáték forgatókönyvét írtad, némelyiket álnéven. Igen. Ezek ne is derüljenek ki, hogy melyeket írtam. Itt van nálam mindegy. Igen. Mihályos kazak. Mondom, emlékszem, akkor vettünk lakást, meg akkor született a gyerek, és nem tudtam nemet mondani bizonyos okokból. Milyen okokból? Anyagi. De hogy tényleg, hogy milyen gyorsan érvényüket vesztik ezek a dolgok. Tehát, hogy a Karinti gyűrű, a filmforgatókönyvek, ami nekem is a sorozat forgatókönyvek, hogy így eltelik 7-8 év, és már senkit nem érdekel, meg senki nem emlékszik. De ez ugyanakkor tök jó is, mert kezdheted előről, nem? Tehát a tiszta lappal. Egyfelől újra és újra bizonyítanod kell, hogy te alkalmas. Ugyanakkor a film jussz évente emlékeztet rám egy... Igen, nekem is lehet leadni összegekről. Az nagyon jó dolog. A mailbox money. 15 ezer forint. Igen, ilyenek. De hát azért mégis igen. valami. És a Vinnai András, ezt múltkor már, amikor egyszer beszélgettünk, akkor előhoztam, de most megint újabb adalékokat találtam hozzád, hogyha beírjuk a nevedet a Wikipédiába, igen. akkor kijön az orosz kutyafajták című könyv. És most... Egy időben, most is van kutyám, egy időben azzal kerestem a kenyeremet, hogy... kutyákat elemeztem, illetve volt egy ilyen kutyaszínálom, nem. Igazából ő nem én vagyok tényleg. Igen, hanem most azt is megtaláltam róla, és ez annyira tetszik ez a szózatétel. Most egy másik Vinnai Andrásról, csak ha az emberek kedvet kapnának hozzá, hogy olyan kicsit a Vinnai András, hogy ilyet találtam, hogy nemzetközi küllembíró.
És igen, kanyarbírói képesítése is van a fickónak egyébként. Tehát a kutyákat meglátja az íven túl. Aha. Létezik ilyen kanyarbíró. Ez lenne, hogy egyszer rossz podcastba hívnának vendégünk. Ez itt a Szőrmentén podcast. No. Vendégünk minden jön, de nem csak kutyusoknak. Figyelj, most már nagyon aktív kutyatartó vagyok, úgyhogy... Tudnál ott hebegni, habogni? Igen, és most szeretnék elnézést kérni attól a biciklistától, aki vagy vasárnap, vagy szombaton. Hát de nem tudjuk, mikor kerül adásba, tehát teljesen igen, mindegy napokat mondasz. Szeptember hónapban. De mondjuk, aki 3 év múlva nézi, az lehet, hogy a magára nézi. A 2023 szeptemberében Nanuk, a keverék szánhúzó kiskutya, aki egyébként egy teljesen ártalmatlan, jó lelkű jószág, a hármas határegyi repülőtérről jöttem levele a dombról, póráz nélkül, ami szabálytalan, de te voltál póráz nélkül, vagy a kutya? Mindketten. Össze vagyunk kötve, de most egyikünk se volt a póráz végén. És egyszer csak berohant az erdőbe, ilyenkor általában ilyen vaddisznó szarral a hátán jön vissza, most viszont az erdőből üvöltözést hallottam, aki a kutyát szitta teljesen jogosan, mert mint kiderült, egy futó is jött, és ő mondta, hogy felborította a kutya a biciklist, de nem tudom elképzelni, hogy ráugrott, valószínűleg csak játszani akart azt vele. Azt hitte, hogy farkas. Egy farkas kinézetű, és mire odaértem, már meggyógyult a biciklista, de elnézést szeretnék kérni. Oda mentem, de már akkor nem mekkora bújtott. Esélyét látod annak, hogy pont nézi ez a kerékpáros? Hát ezt nézi csak ő olyan, tudja aki... megmondani. Vagy a de Facebook profilunkon majd felugrik ez egy ilyen megosztott. Ez a legrosszabb gyónás. Igen, mert most egy csomó ember az a csalóknak adok lehetőséget. Aki... kellemetlen szájízzel kellett távozni, amikor nem adtam borravalót. Mert tudom, mikep értsen, attól most elnézést szeretnék kérni. Igen, egyben meg tudja ezt a világ, hogy Gergő egy szarrágó. Ez egy fiktív történet volt. Én pedig akkor itt kérek elnézést attól a nőtől, akinek 2022 júliusában Balatonon a kutyástrandon levizelte a kutyám a lábát. Tehát nincsen mentségem. De te sem tudtál ott elnézést kérni? De ott helyben elnézést kértem, de azóta is fut. Tehát egy ilyenért nem tudsz elég szerelni. Annyira kellemetlen, hogy egy nagyon intenzív kutya, amelyik az egyik pillanatban beleszarik a nádasba, és amíg azt próbálod egy kölcsönzacskóval megoldani, addig már azt látod, hogy egy emeli a lábát, strand. És egy neki de hát ez kutyás strand, erre ott fel kell készülni. A cicás, hanem a csörtyögös. Örüljenek, hogy nem én voltam. Ez érdekes, hogy nincsen ilyen, hogy pontyos strand, vagy valami, hogy elég fura, hogy csak a kutyákat körbe a madaradat. Most viszont meg együtt dolgozunk intenzíven, mert a Duma Színház 20 éves lesz, hogy ezt kicsit promozzuk. Jó, ja, tényleg. Ugye? Erre mindig megfeledkezem, olyan gyorsan én szarad már az idő. Egyszer, igen. Igen, de nem lehet elégszer elmondani, meg az se, hogy az MVM Dómban lesz majd egy fergeteges műsorunk. 2023. november 25-én, a születésnapon másnapján. Tényleg? Úgyhogy nekem is lesz majd egy kis blokkom. Kedves Katalinok. Fél óra. És hihetetlen nagy egyveleg lesz, tűpontosan kitalálva és megírva minden, és hát ha azt mondom, hogy minden másodperce vicces, akkor túlzol. Szerintem az igen. Én nagyon nehéz ezeket az elvárásokat menedzselni utólag. Tehát oda jön valaki, és volt egy 4 másodperc üres járat, az kész kikészül, hogy az lett beígérve, hogy itt minden másodpercben szórakozható. Ó, magyar a panasz. Igen. A Google Review-n rengeteg izénk van, értékelésünk. Tök jól áll a Duma Színház, 4,9 az hiszem, vagy valahogy így. 4,8, nem tudom. Azt egyik kolléganőnk olvassa és válaszol. Szegény. És őt fél évente cseréljük. Igen, de én nem tudom lekapcsolni, és az órámra is jön, hogy szar volt a kaja, vagy nem tudom én micsoda, tehát, és sehogy nem tudom kikapcsolni. Tehát ez nagyon frusztráló, tudod, hogy van egy jó délelőtted, és akkor valaki megírja, hogy nem tudom én, későn jött ki a limonádé, amiről nem is tehetünk egyáltalán. De... Igen, igen, igen. De jó, mert legalább a feleséget tud neked üzenni, ha sehol nem ér utol. Igen, akkor Google Review ír valamit. Gergő, hozd mandulat. Vagy ilyen lehet, ha túlszul ejtenék, hogy 5 csillag, 3 csillag, 5 csillag. Úristen! Ez a titkos jel! Az én órámra érek, hogy ideje állni. Illetve még a lányom ekrétája. Tehát ez felváltva. Tehát annyira meg tud keseríteni egy délelőtt, hogy jön az ekréta értesítés, és utána még egy Google Review. Egyszer azt kaptuk meg, nem tudom, egy hosszú, ez is Duma aktuál volt, egy ilyen hosszasan elégedetlenkedő levél, valószínűleg ajándékjegyes volt, aki még nem volt itt korábban, hogy na, tényleg nagyon hosszan elégedetlenkedett, és a végére még az is oda volt bigyezt, hogy és Kovács András Péter a színpadon kávézott meg.
Mert szünetben nem kaptam, mert hogy a vendégeket szolgáltam. És ez nagyon-nagyon veszélyes, ha András nem kap kávét. Nem tudom, hogy mi veszélyesebb, ha nem kapok kávét. Vagy ha kap, vagy igen, ha kapok. Az is veszélyes. Én akkor nagyon fel tud törölni. Meg akkor... a véletlenül csokit eszik, vagy édességet rossz ütemben. Igen, egyszer láttalak már vércukorszint emelkedésen, pont amikor írtuk a... Tóth János. Tóth Jánost. Hát oda kakaós csigákkal érkeztem. Nem igen, éreztem, hogy ez a feladat, ez megkíván 450 instant kalóriát. Úristen. Na és akkor ez volt a panasz, hogy én is a színpadon kávéztam meg, pedig azért ittam meg ott a kávét, mert egyrészt kellett a műsor színvonala érdekében, másrészt meg szünetben nem kaptam meg. De hát akkor nyilván az ember már műsort csinál abból a kávéból. Tehát ott van a színpadon egy kávés csésze, ugye ez a tolsztoji revolver. Csehovi puska. Csehovi. Igen, de mindegy. De a tolsztoji revolver. Toy Story. Toy Story revolver. Ja, Istenem! Ez a félművet. Démokritosz láncsája. Ként lebegesz fölöttünk. Igen. Meg vannak zenés darabjaid is, mert Vinnyi András is szeret zenélni, csak ő tud is. Ez olyan érdekes, hogy így nagyon sokan gondoljuk magunkról azt, hogy sok mindenhez értünk, de András tényleg tud zenélni. Rengeteg olyan Zoom meetingen vettem már részt, ahol egy keyboarddal adtad Game Wall-ban. Igen, aláfestettem a Game Wall-ban, megjegyezted. Azt ismerem a legjobban. Volt. András aláfestette. És most a Duma Színház 20-as rendezvényre is te írod a zenét. És amelyben és talán hát az egyik legnagyobb slágerünk is Andrásnak köszönhető a karácsonyi, dal, amely vásárolja a Duma Színház jegyet. Amely szinte Moszkva, Majka nézettségével vetekszik. Tényleg? Nem tudom, valami 1 millió, vagy nem tudom, 2 millióan látták már azt a dal. De durva. A YouTube fizet jogdíjat? Igen, de nem neked, hanem a Duma Színháznak. De mi tovább szoktuk fizetni. Valakinek. Igen. Akik rajta vannak a listán. Igen. Rákerülök a listára. De ez milyen érdekes, hogy nekem ez jár Majkától, meg a vásárolja a Duma Színháznak. Így ketten együtt hasít. Majd lehet, hogy belinkelem azt is. Na és hogy tegnap énekeltük föl itt Jankolovics Péterrel ezt a dalt, valamiért neki jutott 4 sor rap. Tehát, hogy nem kellett magát nagyon megszakítania. Nekem meg énekelnem kellett rendesen 4 sort, úgy, hogy nem tudok énekelni. De aztán kiderült, hogy tudsz. Igen, hát András azért is azért beletanul gyorsan. Tehát András is, tehát ő a legsokoldalúbb, utána jön András. Tehát András és András. Aki podcastban hallgatják, azoknak most sokkal nehezebb, hogy... K. András és V. András. Igen, András és Vandrás. Úgy mutatni, hogy hussanjon az a mutatásom. Csinálj, igen. Akik sztereó készülékben hallgatják igen. A podcastot. És András, nem tudom, erre a többi műsorban esett, ez szó ugye drónpilóta, de nagyon professzionális igen. Drónpilóta. Hivatalos. Ez aki az Aktuál on the Road műsort átad. De van ehhez kell képesítés? Hát ő vezetői engedély. Vizsga, meg van ilyen applikációja, meg légtérfoglás, minden. Így van, meg Lajstrom számja a drónjaimnak. Felelősség biztosítás, minden. Igen, majdnem annyiba került az autóra. Nagyon jól tud barkácsolni András, tehát egy ilyen hobbiasztalos. Barkácsbandi. Mindig, amikor nálunk itt fel kell szerelni valamit, akkor jött András a mindent vívő fúrógépével, és így fölfúrta, illetve nagyon jól vitorlázik. Nem fúj a cél, tehát kapitánó belli tempét, tehát ez a jó idő kapitánya. Igen, ezt a feleségem szokta mondani, hogy vitorlázhatunk, de a fúj a szél bejövünk. Emellett ugye nagyon jól ír, hát előadó művészetben hihetetlen, de azért... zenél, a pizza szakács, tehát is abból se utolsó. Arról is van papírod? Arról nincs papírom, mert elégettek kemencébe. Tehát, és még sorolhatnám, lelkiismeretes családapa, férje. Kiváló szerető. Ezt nem akartam kiemelni, mert ez ugye kellemetlen lenne így a kettőnk kapcsolatában, hogy így tudja meg. Hát ezt hagyom, hogy ezt nejed, a szóveszít vigye szét a városban. De hogy itt megtanultam tegnap énekelni. És igen. És felszabadultál. Felszabadultam. Tehát olyan volt, mint egy ilyen hollywoodi énekes film, hogy jöttek ja, is ilyen videóvágó, videókészítő, hangfelvételvágó, hangfelvételkészítő, podcaster. Tehát tényleg, mint ki volt az a nagy polihisztor. Poliészter. Leonardo da Vinci. Ő is. Erre van egy nagyon jó rímem, de nem mondom.
De hát András is hasonló polihisztor. Na mindegy, szóval tegnap összejött. Ő teraszépítésben volt, a legendás teraszépítés talán, nem? Két teraszt építettem eddig. Ja, szerintem mi tudnánk ilyesmiről beszélni. Igen, igen. Hogy nem gondolná az ember, hogy mennyien tudnak barkácsolni itt Magyarországon, nem? Hogy két András egy stúdióban, és mind a két András barkácsbandi. Mi volt a legbonyolultabb, amit eddig építettél? Egy keretbetétes íróasztal. Neked mi volt a legbonyolultabb? Csináltam a lányomnak egy lábtartót az iskolában, mert túl magasak a székek. Az úgy nézett ki, hogy két könyv. Így két deszka. Nem, fából csináltam. Így két deszka, meg így két deszka. De lecsiszoltam az oldalát, hogy ne vágja el a cipője talpát. Én szereltem össze most nagyon bonyolult ágyat, illetve most nekem a barkács barátom Hatházi Laci, akivel közös hétvégi házunkban barkácsolunk. Vele már készítettünk gerenda feszítő szerkezetet, amely egy, hát nem tudom, valahol az íves tartó és a keresztszemes kombájn között. Valahol fél úton, igen. Most hétvégén pedig felszereltünk egy logót, amit gipszkarton tiplivel be kellett kötni elektromos hálózatba, minden, és működik, és élünk. És most gerenda feszítést vállaltuk Lackóval ott a környéken. Igen, de... Nem elég feszes a gerendája. László az, akit ha elküld az ember az obiba, akkor biztos, hogy hoz valamit onnan. Tehát elég, ha elhalad előtte, már annyi csavarbehajtónk van, hogy nincs olyan probléma, amivel ne tudnánk megküzdeni szerszámhiány. De ő a gitárokat is gyűjti, úgy azt tudom, is, ugye? Igen, igen. Igen, csak most rájött, hogy a muzikeren kívül van obi is, és... Igen, egy új is adnak tokot. Most facsavar gyűjti, sokkal olcsóbb. De egyszer volt olyan, hogy amit én nem tudtam megoldani a Gergőjéknél, ahhoz átküldtem Lacit, a szomszédunkat, aki ezermester, és egy utánfutóval érkezett, és a feleségével, és úgy álltak neki a munkának. És akkor a konyhát kellett. Mi ja, volt? Igen, igen, valami vízvezetéket, és ők nem akarták fésni a falat, ezért elé építettek egy komplett gipszkarton falat, hogy nehogy leessen a csempe a fürdőszobában. Ház a házban, és utána a következő vállalkozó is úgy gondolt, hogy hát ez a gipszkarton fal nem túl állékony, de azért én nem bontom le, és most valami 4-5 négyzetméterre kisebb, mintha ott tartanánk Natasa kampust, vagy egy 4-5 fős családot. És ja, ők voltak azok, akik... Gergő felajánlotta, hogy elvihetik a mosogatót. Mosogatót, igen, de ők úgy értették, hogy a mosogató gépe. És úgy vitték el, hogy benne volt még a gyereknek a Mickey Egeres tányérja is. Tehát, hogy még le sem ment a mosogatás, már úgy minden ezt... És így szaladtam utánuk a garázsba, mert egy ilyen Lada Samarával, utánfutóval hajtottak ki nagy gázzal, de nem értem már utol őket, és nem mertem megmondani. Azóta is náluk van? Én azt mondtam, hogy elvihetik a mosogatógépet. Izika-vizigó. Izika-vizigó, igen. Lacik nem viccelnek. Tudtok-e mondani egymásról három olyan dolgot, ami meglepő, vagy vicces, vagy érdekes, úgyhogy kettő igaz belőle, egy pedig nem. Azt tudom, hogy szerencsésebb lett volna korábban átgondolni. Az például, hogy András darabját játszották Grácsban, német nyelven. Ez miért hihetetlen? Ez szerintem elég hihetetlen. Az már hihetetlen, hogy én is játszottam benne németül, úgyhogy nem beszélek németül. Na most ebből melyik az igaz? Melyik az igaz a kettőből? És megtanultad a szöveget? Nem, be volt játszva. Tényleg? Tehát András, aki kevés szöveget ír magának eleve. Még azt a keveset annyit csináltam, hogy... És hogy eltökartad a szádat? Nem, ezt csináltam. Mak. Bevállalt. Most beszélő bábú. Én Gergelyről el tudom mondani azt, hogy fiatal korában Peruban volt. Megölt egy csúkot. Szerintem ez még a Comedy Central is lement, volt egy ilyen stand-upom erről, de... Kicsit bővebben. Azt tudom, hogy te vonzódsz Dél-Amerikához. Igen. Vonzódsz, de hát már azóta nem voltál Dél-Amerikában. Nem, azért vonzódom. Azóta nem mehetsz Dél-Amerikába, vagy nem voltál? Hát akkor egy ilyen drogösvérként dolgoztam. Azt nem tudom magyarul, hogy hívják ez a drogmule, hogy kábítószer összvér voltam. Előkóstoló? Vagy hordozó. Hordozó. De és ráadásul én ott voltam, én láttam is ezt az előadást személyesen. Grácit? Igen. Kimentél Grácsba? Megnézni, igen.
Grádicsba, vagy Grácnak a nevét nem próbálták magyarosan? Gradec egyébként, szlovénő. És ki rendezte? Te rendezted? Nem, tehát ugyanaz a rendezés. Bodó Viktor. Ja, bele is írtuk, ez a Motel című előadás volt. Németül Der Motel. És hogy ebben a darabban játszott a Magyarország kedvenc műsorának egyik sztárja is, Rajner Micsinyei Nóra. Így van. Ez igaz, vagy aki nem? Aki azóta. Aki Dumaszínhez felépő, de ez igaz, vagy nem? Vajon? Igaz. 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 Rajner Micsinyei Nóra, aki azóta Bécsben PhD hallgató. DLA. Ott úgy hívják a PhD-t? A művészek, nem? Az ja, DLA, azt hiszem. DLA. Én 2 évet végeztem GLS-en. Aztán átmentem DPD-re. DPD-n van egy filozófia DPD. Bármit rendelnek ki hozzá. A nagy kérdés, vajon meg lehet-e rendelni? Illetve mi az, amit nem hinnének el Andrásról? András szakközépiskolába jár. Na ez az. András szakközépiskolába. Gyálra? Igen. Pedig akkor már nem is laktam gyálon. Ez még. Elmentél felnőni, és közben visszajártál. Nem sikerült, ezért ott maradtam. Na de ez hihető, vagy nem? Én nem hiszem a Andrásról. Egyébként. De valószínűleg, hogy igaz. A szakközépiskolát. Igen, de olyan finom miért? Ember vagy, meg hogy két deszkát ráraksz két deszkára, tehát hogy egy szakközépiskola még többet feltételezne. Nem? De ilyen textilipari szakközépiskolában jár. Kuncogtam ezt. Tudod virágmintát rakni otthonkára? Nem igaz. A fele igaz. Hogy gyárra jártál, de nem szakközépbe? Az is igaz, hogy szakközépbe. Milyen szakközépbe jártál annak? Nem szégyen a szakma. Ma már egyre nagyobb értéke van. Az András. Is érdekes, hogy egyébként ez a szakma már nem létezik. Kérlek szépen, titkárnőképzőbe jártam gyakorlatilag. Nem figyeltem oda általános iskola után, hogy hova jelentkezem. Először... Jó helyet véletlenül. Viszont ennek köszönheti András, hogy 10 ujjal tud gépelni. Sőt, még a lábujjait is bedobja, hogyha nagyon szorít a határidő. Gyors írni is megtanítottak. És úgy tudsz kávét főzni, én voltam az egyedüli fiú az osztályban. Oh. Illetve volt egy másik is, de ő aztán elment, mert... Rájött, hogy hova jelentkezett. Igen, én nem jöttem rá. Tehát ott volt ilyen számítástechnikai osztály is, de én valahogy nem oda kerültem be, valószínűleg a furcsa matek felvételi miatt, hanem ebbe a gyors és gépíró osztályba is. És aztán és nem jól ment a gépírás. De hát végül is ennél hasznosabbra nem járhattál volna, hiszen igen. Ez az magának a foglalkozásnak az alapjait rakta le. És miért érdekes, hogy a gyors és gépíróból végül maradt az író? Igen, mert végül is nem gyors, András. Igen. Nem. Meg nem egy gép, csak az András. És nem sose próbálkoztál titkárnőként elhelyezkedni? Voltam gyakorlaton fizikai adottságokkal. Az Iparművészeti Múzeumban egyszer. Valamit le kellett pecsételnem, arra emlékszem. Egy vázát. És ott a fiatal Vinnai Andrásnak mondták, hogy Andriskám, legyen szíves. Töki, pecsételd le ezt a herendi. Főnök urat keresik K-vonalon, kapcsolom. Igen, hát nem sokáig mozogtam azon a vonalon, de... De egy kapaszkodó, nem? Tehát jó érzés tudni, hogy van egy szakma kezedben. Bármikor elmehetek egy multihoz. Manapság szerintem már annyira nincs szükség gyors és gépírókra, azt nem? Hiszem, tehát mindent le lehet diktálni, igen. És megjegyzi a telefon. Közben Gergőn gondolkodom, hogy mi az, ami meglepő, és én mindig a Gergely, bocsánat. Igen. Idegrendszerén. András. Töki. Gergely idegrendszerén mélázok el, hogy azt hiszem, hogy még nem hallottam őt torka szakadtából kiabálni soha. Nyilván az ember sok olyan embert ismer, akit nem hall. Nem is az, hogy torka szakadtából, hanem nagyon mérgesen. De? Engem? Igen. Nem. Én egyszer hallottalak téged. Tényleg? Egyszer hallottam a Gergőt. Még Nagyvázsonyban. Még... Egyik kollégánkot nagyon összekutyult. Nem, egyik kollégánkot nagyon összekutyult valami szálakat, és volt valaki felé egy kizárólagosságunk, ő meg elvállalt valami mást valakinek, és ezzel nagyon nagy galibát okozott. Jó, igen. És ott hallotta a Gergőt magánkívül kiabálni. De az hogy nézett ki? Elvékonyodik a hangja. Igen, nagyon ideges. Ilyen cérna vékony lesz a Gergő hangja. Én azt gondoltam, hogy úgy néz ki, hogy hát ezt nem kellett volna. Nem. Most már megy a pulzusra. Igazán arra jöttem, hát ez mikor volt? 15 éve. 15 éve legalább. De arra jöttem rá, hogy ezek lényegtelen dolgok valójában. És azért nem érdemes.
Most a másik gondolta fontosnak, akkor lehet, hogy nekem fontos, de annyira biztos nem fontos, hogy itt azért üvöltöz. De szeretnék egyébként, tehát igen? Én nagyon szeretek kiabálni. De csak úgy, otthon is. Kurjongatni, minden is. A feleségem pedig nem bírja a hangos zajokat, és akkor ebből szokott lenni némi, amit a gyerekkel kurjongatunk. És ilyen napszakok. Igen, és akkor mondja, hogy ne kurjongass. De közben nekem sem jutott eszembe Gergőről semmi. A sötét titkai. Semmi rendkívüli. Gergely egyszer ügyvédjelölt korában képviselt egy céget, amelyik perben állt Oszkó Péter akkori cégével, és Gergő nyert. Nem tudok ilyenről. Nem tudom, hogy most ez így... Nem lett volna rossz meg, hogy Andrásnak a választás lehet. Én szerintem tudsz róla. Ja, jó, lehet, hogy elfelejtettem. Vannak dolgok, amikre egyáltalán nem emlékszem. De arra jó az ügyvédkedés, hogy az emberek megmarad a talárja, és azzal később nagyon sok vicces videót lehet forgatni. Ja, ez nagyon sok... Igen, itt van azóta is a Duma színházban. Találom, de azt nem szabad. Akarjátok felvenni? Nem szabad. Nem szabad, nem, mert ez az ügyvédi hivatást nem akarjuk így megcsúfolni. Ja, igen. Én azóta is szüretelek, tehát nagyon sok pénzt fordítottam arra, hogy szüretelhessek. Ilyen, hát van egy szentimentális kapcsolódásom a Budapest ügyvédi kamarához, és ezért azóta is tagja vagyok, de szüretelő. Igen, amely túlmutat jogszabályváltozásokon igen, és igen. Minden másról. Tehát ez ki PP... tudja hány alaptörvény, hány PP, hány büntető eljárási törvény szaladt már úgy, hogy én nem is ismerkedtem meg vele. De, igen, de egyébként el szoktam olvasni az új jogszabályokat, még így, hogy mi is. Na, ez egy nagyon érdekes állítás Gergőről, hogy Gergő el szokta olvasni az új jogszabályokat. Elolvasod őket? És sokszor ír helyreigazítást a Magyar Közlöny kiadójának. Hogy D után egyből G jött. Azt egyébként az a vicceltünk is párszor ilyen jogszabályi hibákkal, amit nem sikerült a jogalkotónak eltalálnia. De én szoktam olvasni. Igen, de most Magyar már Közlöny. Ebben most már egyre inkább szándékosságot érzünk. Igen. A András vércukra is úgy érzem, hogy beírt a piros tartományba. Nem, nekem van egy másik, be van csípődve a derekom. Jobb, mint ha te magad lennél becsípődve. Mesélj, András. Egy idősek vagyunk, András, te 77-es vagy, 77 novemberi. Én meg 77-es. Te vagy 77-es. Én meg 78 márciusi, tehát igazából 4 hónap választ el minket, de hogy ilyen lesz az öregkor számomra. Lomtalanítás volt, és valami nagy felesleges dolgot. És behoztál dolgokat, vagy kivívél lomtalanításra? Igen, próbáltad felrakni az ifára, vagy mi történt? Valami vízforgatót emeltem meg, azt hiszem. Vízforgató? Ilyen gazdag vagy, hogy vízforgatókat dobsz kilomtalanításnál. Én múltkor egy kanapét cipeltem fel a másodikra egyedül, és akkor éreztem úgy, hogy kiújult a lágyéksérvem. De azt mondta a sebész, aki csinálta, hogy ez úgy meg van varva, hogy ez nem fog kiújulni. És akkor hát megnyugodtam, hogy bárhol szakadhatok, bárhol szakadhat a szövet, de ott nem. Körülötted. Fölrobban, tehát van egy ilyen kis stabil darab, és az egy ilyen húscapatok mindenhol. Hallottátok, hogy kap már csak egy lágyéksérbe varrott. Igen, törött csontokat és sebes szövetet találtunk szétégve egy házban, de a szövet az még mindig tartott. Ha egy mondattal kéne, vagy egy jelzővel kéne illetni a barátságotokat, bár ezt rögtön az elején megtettétek, hogy igen. Kreatív barátság, akkor az lenne, hogy kreatív barátság. Gondolom. Az lenne, hogy kreatív barátság. Igen, bár ebből, hogy újra ugyanaz a jelzővel tudjuk csak illetni, nem tűnik túl kreatívnak. Akkor legyen nagyon kreatív. Egy virágzó alkotó barátság, amely olyan, mint egy évelő növény, hogy néha szárva szökken, aztán... Néha pedig elhullatja levelei, télen pedig kopasz. Úristen. Na figyelsz, ezt akkor megpróbálom belemondani a kamerába gyorsan, hogy majd a kis háttérzenébe beleférjen. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod mai két jó barátunk, Ritkai Gergely humorista és Vinnai András drámaíró színész, kettőjük barátsága, egy virágzó alkotó barátsága, mely amint egy évelő növény, néha szárba szökken, néha pedig kopasz. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Zuhanó vércukor szinten. De ilyenkor jön az nem, hogy ilyenkor nem szabad abba hagyni, hogy András szerint ilyenkor még bőven nem ért véget a beszélgetés, hanem ilyenkor kell, hogy a humort ugye az idő majd meghozza. Igen, majd meghozza. Azt nézem, hogy ne lettem tárgyasítva, képzeljétek, itt készültem
a kávézóban, a sarkon, a kis podcastra reggel. Ez már a plusz részek. Aha. A de én kimaradt, ugyanúgy nem beszélhetjük, tarthatjuk. Ami kimaradt a videóból, de forgunk. Benne lesz, lesz egy diafilm is. Igen, a Patreonon. A Patreonon lesz, Patreonon, aki átutal 7 millió forintot, annak elküldjük ezt a diafilmet, és nem tesszük közé a róla készült kompromittáló felvételeket. Igen. Illetve kap zsaruló podcast. Megkaphatják a teljes podcastot forráskódban. Bogarásszal a kedvikre. Szóval, egyesével hogy... átküldjük JPG-ként. Csak 620 ezer darab JPG-ben megérkezett. Igen, a podcast legszebb pillanatai tömörítetlenül. Megkapják nyílt levélként. Igen. A Domosztinázak nincs Patreonja, nem? Nincs. Nincs, nekünk nézőink vannak. Nekünk nézőink vannak. Jaj, tudod, csak szeretnék kéne 620 forintot. Oly, a Patreon. Na, hogy izé, hogy ültem itt a kávézóban, és milyen jó tényleg, hogy itt akik ülnek a Corvin aluljáróban, lenne ilyen Patreon link, hogy egy jobb életért. Nem? Tehát, hogy ez szerintem nagyon nehéz, hogyha nincs nálad készpénz. Tehát, hogy elmentem, mert hogy én szívesen adnék nagyon sokszor, amit egyébként nem javasol senki, hogy koldusoknak adj, mert hogy a mafiához kerül, hanem inkább a szervezeteket támogasd, akik nekik segítene. De hogy milyen jó lenne tényleg ilyen Patreon link, vagy NFC chip. Ezt egy barátom mesélte, hogy Nizzában azt csinálják a sétáló utcában a koldusok, hogy ott van pohárban egy csomó apró, és időnként véletlenül felrúgják. Vagy jön arra egy beépített ember, és az felrúgja, és akkor persze szétgurul az apró, és mindenki segít összeszedni, meg még ugye ők is tesznek bele. Úgyhogy... Itt szerintem elraknának belőle. Ez egy ilyen. Ja, igen, Magyarország az úgy működne, hogy a fém 200-asok eltűnnének. Valaki még a papírpoharat is elvinne. Jó lesz az meg valami. Szóval tárgyasítottak a kávézóban, mert leült velem szembe két férfi megbeszélése, és az egyik rám köszönt hangosan, hogy öregelt, művész úr, tehát, hogy nem tudtam, hogy tényleg ismerjük egymást, de a művész úrral egyértelművé tette, hogy nem ismerjük egymást. Majd odafordult ugyanezen a hangerőn a tárgyaló partneréhez, és mondta, hogy Kovács András Péter humorista, egyszer volt nálunk cégesen, de többet ne kérdezzél róla, mert én se tudok. De ezt úgy, csak a füles sem volt bedugva. Tehát, hogy nem van, amikor ott bedugod a füles, csak azért, hogy inkább mondjanak rólad bármit, azt higgyék, hogy nem hallod, de hogy itt még ez sem volt. Á, de ez tényleg, az olyan vagy, mintha ott egy tévékészülék lenne, az nagyon fura. Ez nagyon sokszor van az embereknél, hogy nem mint egy létező társ, vagy a térben megjelenő valami, hanem ott letettek egy Sony tévét. És akkor mennek, ez melyik lehet, tudod? És, tehát ez szerintem a legkellemetlenebb, tudod? András viszonylag híres, én meg hát viszonylag annyira nem. De azért mindenkinek beugrik, hogy ő mondott egyszerűen, és akkor ez melyik lehet, és akkor elkezdenek ott keresgélni, tudod, hogy honlapon, meg milyen. Amikor csináltuk az improvizációs esteket még a Jurányiban, akkor volt egy olyan a Bánki Gergőnek egy ilyen mély sérelme ez, hogy egyszer csináltunk valami jelenetet, és a néző választott, hogy ki melyik szerepet játsza, és akkor feltettük a kérdést, hogy jó, ki legyen a felvételiző? És akkor a nézőtérő azt mondta, a zöld! Aki igen, egy ilyen zöld imben, a zöld! És volt egy ilyen, miért csináljuk? Jövedet se tudják megegyezni a színlapot. Zöld! Zöld. Oh. Igen, hogy egy felületnek tekint. Na, de hát ezzel együtt kell érnünk. Téged ismertek már fel valaha, András? Valaha. Ever. Vagy a színpadon döbbent már rá valaki, hogy... Vágtak hülye arcot az utcán, és lehet, hogy ő felismert. De... Lehet, hogy ő volt a biciklista, akit megtámadott a kutyán. Nem veled forgattunk egyszer? Parókában, hosszú szőke, barna parókában? Itt kinn a futó utcánál. De. És kanyarodott ki egy taxis az Üllői útra, és kiöltötte, hogy buzi gyerek! Igen, volt ilyen. Igen, és hogy biztos észrevettük-e, még egyszer kiüvöltött. Tehát kétszer üvöltött ki, hogy buzi gyerek, hogy biztosra menjünk, hogy eljutott az üzenet. De valószínűleg csak azért, mert hosszú parúka volt rajtunk. Hát figyelj, ez Magyarországon... lányos dolog. Igen, nem a tolerancia, hova tovább. Jó. Igen, és akkor én megtapasztaltam, hogy milyen másnak igen, lenni. Igen, milyen azoknak az élete, akik minden nap hosszú parúka alá kényszerülnek. Bizony nem egyszerű. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kívánok további nagyon jó barátságot.
meg sikeres kreatív munkát. Sikeres kreatív munkát, alkotást, és nagyon sok sikert a november 25-i MVM Dómos Duma Színház 20 gálához. Mindannyiunknak. Ahol a nézők engem is látnak. Mindannyiójunknak. Kedves mindnyájunknak. Mindannyiójunknak. Neked is, Csanád, köszönjük. Köszönjük, Csanád. 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 Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!